Ha megengedik, én most egy 2006. július 21-i nyilatkozatot olvasok föl néhány szót. Aki nem ismeri az igazságot, nem tud felelősen dönteni. Nyílt és szervezett politikai hazugság áldozata lett az ország, és mivel a modern gazdaság bizalomra épül, az ilyen hazugságok szükségszerűen vezetnek gazdasági csődhöz. Ki mondta ezt 2006-ban? Orbán Viktor mondta 2006-ban, és ennél nagyobb igazság nincs 2022-ben sem. Orbán hazugságai vezettek a gazdasági csődhöz. Orbán hazugságai vezettek az adóemeléshez, a megszorításokhoz, a rezsinöveléshez. És akkor, ha megengedik, egy újabb orbáni bátorítást felolvasak, sajnos szintén 2006-ból, akkor azt mondta, hogy fejezzék ki véleményüket, és legyenek elszántak és bátrak. Én se tudnám szebben mondani, kérem, hogy hallgassanak a 2006-os Orbánra, és ne a mai ellenzékre, és különösen nem a mai tolvajkormányra. Szebb hazát kívánok Magyarországnak, Isten óvja Magyarországot!